Sziasztok, Szesi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy új játékot hoztam el nektek, ami nem más, mint a Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Igen, ő Cortex. A játéknak hihetetlen története van. Főhősünk ő, Crash, akinek a legfőbb ellensége az itt megjelent Neo Cortex. Akit jelen pillanatban nem nézünk végig. Ez egy konzolra készült játék, egy PlayStation 1-es játék. Ezen öröm volt felnőni, ez az a kategóriájú játék. A játéknak a sztoria, visszük Crash-el a pályák végén, vagy hát Crash-el megcsináljuk a pályákat, össze kell gyűjteni ilyen kis kristályokat, amiket ott jelez. Ugye mind a három kristályán található a pályán. Ezeket majd fel is fogja elég szépen tüntetni. Képességeink nem túl sok, van ugrás, van ilyen becsúszás, utána van mászás, de ez simán a guggolás. Akkor van ilyen pörgés, ez igazából minden ellenséget meg tud ölni az esetek nagy részében. Valamint meg tudjuk nézni a jelenlegi statisztikánkat, hogy hány almánk van, hány dobozt törtünk össze és hány életünk van. Úgyhogy igazából nem is húzom az időt. Annyit mondok még a játékról, hogy ez egy PS1-re készült játék, tehát ez még a Sony-nak a közreműködéséből jöhetett létre ez a játék. Úgyhogy a gyönyörű grafika az most ez miatt nem lesz, de ígérem, tetszeni fog nektek, legalábbis nagyon remélem. Úgyhogy a pályák így indulnak, megkapjuk a kis főszereplőnket és már mehetünk is. Az almák gyűjtése ugyanúgy, mint anno Mario-nál a pénz. Ugye ilyen ellenfelekkel fogunk találkozni, a madarak elrepülnek, ha közelükbe megyünk, ilyen dobozokat kell összetörni, így kapjuk az almákat. Különböző dobozok vannak természetesen. Ja igen, a csúszásból van még egy ilyen nagyobb ugrás, folyamatosan akadályokba ütközünk, viszont lesznek ez ellen segítőink is. Jó van, becsúszással és pörgéssel is meg tudunk ölni ellenfeleket. Természetesen ilyen helyeken le tudunk esni, és akkor az egy élet mínusz. Akik játszottak régen konzollal, azok tudják, hogy ez a 4-es mit jelent, tehát hogy nem 4, hanem 5 életünk van, ugyanis van 0. élet. És meg is van halva. Igen, és akkor van még egy utolsó, amit igazándiból imádok, az ez. És ilyen. Tehát, hogy ilyen. Nem bídelődök most ezzel, inkább bemutatom a játékot. Úgyhogy igen, és akkor vannak ilyen kis bónuszpályák. Az irányítás igazándiból hihetetlenül egyszerű. Ugye hát a régi konzolos megoldás után ez igazándiból semmi. Vannak checkpointok, onnan tudjuk folytatni, és akkor nekünk nagyon jó. Hogy? Nagyon-nagyon sokféle ellenségünk van. Tehát igen, csak sok segítség, hogyha vigyázunk velük. Vannak ilyen kis nitros dobozok, ezekre illendő odafigyelni, mert ha beleugrunk, akkor azonnal felrobbanunk. Valamint van TNT-s tartály, TNT-s doboz, ami... Hogy? És nem sikerült. Igen, oda lehetett volna feljutni. Itt van benne ilyen TNT-s doboz, ami meg... pedig az jó lett volna. Van TNT-s doboz, ami pedig visszaszámol. És akkor vannak ilyenek a pálya legvégénél, hogy 23, 29, ez szétszette az összes nitro tartályt. Ezekről leesni természetesen nem tudunk, ilyenkor se az ugrás, semmilyen képességünk nem működik. És itt van legtöbbet segítő társunk, akinek nem más neve, mint a Bulduga. Amit rendszeresen visszahallok, hogy Unga Bunga, tehát nem. Burduga. És neki van egy gonosz testvére, most meg nem mondom, mi neki a gonosz testvére. Ukaku? Nem, az más, a Sukaku volt. Igen, és akkor vannak ilyen bónuszpályák, hihetetlenül sok almát tudunk összegyűjteni, vagy életet, vagy ilyen apróságokat. Putty, és már ott van plusz 2 élet, nagyon jó nekünk. Az ellenfeleken nagyon kell vigyázni, mert hogyha rosszul megyünk neki, akkor indokolatlanul is meg tudunk halni. Tehát mondjuk nagyon a szélére ugrunk rá az ellenfélnek, akkor természetesen ő lesz a nyertes. Hely, és akkor vannak ilyen kis bónuszok.
azért elég sok alma. Úgyhogy... Egyszerűen komolyan mondom, gyerek, egy transzban vagyok. Tehát ezt a játékot keres évek óta. Ja, igen, Bordugának több fokozata is van. Van a sima, van ez a sárgás, és van, amikor ilyen maszként föl tudom venni, akkor viszont futni kell előre, mint a bolondnak. Vannak ilyen gödrök, ahol igazándiból annyi a dolgom, hogy ezeket a kis férgeket ki kellett szednem. Ezeket nem mutattam most be, mert most ilyen kis gonosz vagyok. Hogy van? És meg is van, na hát ezt nem hittem volna, hogy ezt össze tudom szedni. És ott a következő élet. És még egy nagy rakásalma. Ezeket sajnos nem lehet átugrani. Igen, jönnek elő ezek a kis férgek, és akkor ezek bántani akarnak. Ajj, és igen. Nagyon jó. Na ilyen az, amikor elveszítjük Bordugának az egyik verziója. Itt az egyik listája, amit össze kell szedni minden pályán. Kötelező. Ha nem szedjük össze, akkor kezdhetjük előre a pályát. Mert ez igazándiból a pályának a legfontosabb helye. És hogyha itt minden dobozt szét tudtunk volna törni, akkor itt most lenne még egy ezüst kristály. És térjünk vissza a Warp Room-ba, várakozó szobába. Vagy mi a túró ez? És akkor kijövünk, tiszta boldogok vagyunk, akkor azért. Igen, itt kapunk minden egyes pálya után egy ilyen kis videót, hogy hogy képzeled azt, hogy te itt ezt összeszeded. Úgyhogy jöjjön a következő pálya. Igazándiból ilyen kis rövid pályákkal van tele. Itt a TNT-s doboz. És akkor ez így elkezd visszaszámolni, itt halljuk, hogy bum. És akkor itt már pingvinek ellen is kell menni. Amikor pörög, akkor természetesen... Appácska, ezt nem itt elhoztam. Akkor természetesen nem szabad neki menni, mert bármit csinálunk, akkor pórul járunk. Vannak ilyen fémből készült dobozok, ezekkel ugye nem tudunk csinálni semmit. Vannak ez ilyen csúszkálós részek. Ilyenkor neki áll korézni, az irányítás borzalmas. Hopp. És akkor meg is vagyunk. Megpróbálom nektek összegyűjteni az összeset. Ugye kicsi ugrásnál egyszerűen csak ezért, ilyen kis egyszerű felugrás, a nagy ugrásnál pedig, amikor előre megyünk, akkor pedig szaltózik. Öppe! És akkor vannak még ilyen fókák, meg mit tudom én minden. Ezek mind csúszkálnak, mint a bolondok. És az a vicces, hogy ezek csak úgy kinőnek a földből, tehát... Hogy? Igen, nitróra nem szabad rálépni, mert azonnal robban. És akkor ilyen különböző pontokra kell átmenni. Természetesen, ha ráugrunk, minden ellenfél elpusztul. Legalábbis az esetek nagy részében. Döntő többségében inkább úgy mondanám. Vannak ilyen kis csapdák. Igazándiból mi indítunk be. Oké. Egy élet mínusz. Még egy élet mínusz, király vagyok, most már egy abba hagyhattam. Így halunk meg, hogyha hozzákérnek. Egy kis szellemként. Na jó, gyere csak, gyere csak, gyere, gyere. Vannak ilyen nagy kristályok, ezt például itt, ezt fogalmam nincs, hogy lehet összeszedni. Vannak ilyen automatikusan működő csapdák, ezeket illendő szépen lassan át kell átvészelni, mert ki tudja, hogy... Öpp! Vannak... Igen, tehát igazán így néz ki maga a játék. A grafikára, hát nem lehet haragudni. Tehát ez a maga idejében, ez maga volt a császárság. Szóval, hogyha már ilyen grafikával tudtál játszani annak ideje, örültél, mint majom a farkának. Tehát... Oké. Hop, hop. És még vissza is szereztük az életet. Ezeket így ki lehet pörögni, és akkor tiszta ügyik voltunk. Akkor így össze tudunk szedni még több dobozt, meg még több életet, almát, minden megvan benne, ami egy jó játékhoz kell. Kapunk Bordugát ismételten. Öt! Jó van. És akkor vannak benne ilyen kis titkos részek, hogyha aki tudja, akkor annak tiszta jó lesz.
mert most látjuk, hogy 32 doboz, riff, és 50, és azért nem mindegy. Úgy. Ez ott az volt, amire láttam be, ez, hogy meg is van a kristályunk. Akkor indulás tovább, hogy, jó, szépen, lassan, finoman, hogy, megvan, ajj! Na, ez szép volt. Jaj, Istenem! Kerünk. Oké, utolsó alma összeszedve. Ezek itt relatív elég gyorsan jönnek. Hogy, jó, de meglett. Igen, lehet látni, három dobozt hagytam el. Semmi probléma. A rózsaszín kristály megvan, irány vissza. Lássuk a következő pályát. És akkor kijövünk itt, örülünk magunknak, hogy megvan. Úgyhogy hangeit. Minden egyes pályára így fogunk bemenni, itt a szinteknél maximum a design lesz más. Viszont a következő szintnél be fogok mutatni egy hihetetlen érdekes dolgot, amit nagyon kevesen tudnak. Hogy az majdnem. A zenevilága az hihetetlen, tehát minden pályához megvan a sajátos kis zene, ilyen kis jókofa muzsika. Minden pálya nehéz, nincs olyan, hogy egyszerű pálya. Az előző növény, ha valaki játszott a Plant vs. Zombies-szal, akkor az... igen, a legjobb pálya. Itt ezzel lehet menni, és akkor szépen gyűjteni a vízen a dobozokat. Természetesen itt is vannak csapdák. Az irányítás elég nehéz. Valamint az X-el van egy ilyen kis turbó gombó. És akkor így le is szállunk róla. Ugye? Plant vs. Zombies-ból ez olyan ismerősnek tűnik. Ugye, ami meg ez? De itt jelzi, hogy még eddig aktív a bónusz pálya, úgyhogy futi-futi. Vagy én nem tudom, hogy mi aktív annyi ideig. De... Hopp, na ez majdnem megott. Igen, na ilyen óvatosan. Hopp, volt egy alma. Igen, itt ilyen kis... Be kell guggolnunk. Hiátlan, nagyon jó. Pip. És ilyen kis, tök jó kis muzsikákat kapunk. Tehát a PlayStation-os játékokra nem lehetett haragudni. Egyszerűen hibátlanok voltak. Hopp, ott volt még egy élet. Nem tudtam. Jaj, ez volt addig. Aha, itt akkor volt egy ilyen... Igen, vízilóvon kell átugrani, aki azonnal vérig sértődik, hogyha le hozzáérünk. Úgyhogy nagyon gyorsan kell tovább ugrani. Úgyhogy irány tovább. Legyen megint motorozni egyet. Vízi. A hullámok tudnak, vagy ezek a kis örvények tudnak segíteni nekünk a... Felrézni mi majdnem. Ezek tudnak segíteni nekünk elérni a... esetlegesen nehezen elérhető pontokat. Hopp, na végre! Mert kicsit megdobnak, megindítanak. Ezeknek csak ha simán neki megyünk, akkor megállunk. Ajj! Megvan. Oké, és már kint is vagyunk. Ezekkel vigyázni kell, mert különben bajban leszünk. Hát igen, lehet látni, hogy a pályának több mint a felét ott hagytuk. De semmi probléma, a rózsaszín kristály ismételten a miénk. Fú! És akkor az szépen felkerül a pálya mellé, itt meg Crash folyamatosan vakarja a fejét. És akkor itt mondja, hogy nem is rossz, egész jó. Természetesen majd fogunk kapni a következő játékban, tehát a háromban már különböző képességeket. Itt még ugye ezek nincsenek meg, de nincs is rá szükség. És a háromban is van egy-kettő, ami igazándiból teljesen fölösleges. Úgyhogy remélem, hogy meg tudom nektek mutatni majd ezért. Hopp! Ajj! Azt nem tudom, hogy kerültem ki, de sikerült. Igen. Hát, át is ugrottunk. Pipa. Tényleg ilyen csöpnyi madárka, meg mit szóval, minden benne volt.
Jó, hát igen, a tüskés teknős az nekem egy kicsit még szokatlan dolog volt annak idején. Itt a harmadik burduga, meg tudom mutatni nektek milyen a maszk. Na. És akkor ilyen. És akkor szaladunk, mint a bolondok, ilyenkor sebezhetetlenek vagyunk. Amikor megyünk előre, ameddig csak tudunk. Nem kell se pörögni, se becsúszni, se semmi. Villogunk, mint az idióták. Igen, ez nem jött be. Meg is van a következő életünk. Nem tudom, mit aktiváltam, de biztos. Hopp! Nini, hát itt egy kristály. Akkor még jó, hogy ebbe az irányba jöttük, és nem az ellenkezőbe. Ott, igen, ezekre nem szabad ráugrani, mert az annak a teteje gyilkol. Itt viszont át lehet ugrani, el tudunk menni a másik pályára. Ötletnek nem rossz, de borzalmas hátra felé menni. Már onnan tudom, hogy lesz ilyen pálya, sőt azt hiszem mindjárt az jön. Amikor egy ilyen hihetetlen nagy kő ellen kell mennünk. Igen, és vannak az ilyen lezárt ládák, amiket csak így tudunk széttörni. Igen, vannak az ilyen kis szemétláda pályák, amikor TNT-ről kell elugrani. És akkor mászunk vissza. Na még egyet. Csak az íze kedvéért. Igen, ezt most inkább kihagyom. Ettől parázok. Leessünk, akkor kezdhetjük előről. Ezeket se szétpörögni, se ugrálni rajtuk. Tök fölösleges megpróbálni, úgysem fog menni. Hát ez nem úgy sokan. Ez az. Jó, ügyik voltunk. Nagyon jó. Aj, van meg én. Hopp. Azt hittem, ha megjöttünk. Hát most már, hogy tudnék neki örülni. És akkor megint, és megint. Nem ez lesz az egész játékban. Tehát kicsit sem monoton a játék, csak így ezeken a szinteken most így sok az ilyen. Na nézzük. Hát ismételten 14 dobozt hagytunk ott a francba. Jó van. Semmi probléma. Hát majd úgy is jön egy olyan pálya, ami meg tudom mutatni, hogy milyen a szürke kristály. Úgyhogy jöjjön a Crash Dash, a legrosszabb pálya szerintem az, amit bele tudtak tenni. Istenem, hogy én ezt hogy utálom. És akkor jön ez. Na itt akkor mindenre, amit föl tudunk használni, ezt a pók ösztönök itt elő kell szedni. Ugyanis, mint látjátok, futi. És akkor ilyenkor para van, mert abszolút nem jártjuk a pályát, és akkor jönnek ezek a kis dinamitok. Hey! És hogyha nem voltunk elég gyorsak, akkor még így be is esik. Hey! És ez igencsak lassít, tehát hogyha ez a rohadt nagy golyó úton ér, akkor természetesen megáll, csak akkor mutatja, hogy én meg ott vagyok rajta, kétkenődve. És akkor így beesik. És akkor örül a fejének, mint majd a farkának. Semmi pont, vagy semmi gond, checkpoint, oi. Természetesen ezeket tudtuk, őt is lassít, hogy hát a rohadni. Gulyó. Ja nem, őt kicsit se lassítják. Ott. Á, nem áll meg. Azt hittem már, hogy leesik véletlenül. Most tuti le fog esni. Hey. Dur. És akkor itt is kapjuk be természetesen a bónuszpályákat. Egyszerűek, jók, élvezetesek. Ez ha ránk esik, abban a pillanatban meghalunk. Hey. És ilyen, mikor a bónuszpályán elbukjuk a bónuszpályát. Na. De természetesen életet ilyenkor nem veszítünk. Na még egyszer. Thank you.
Igazán, de túl sokan már nem kell, mert annyi életem van, mint a rosszabb. Yep. Ezt azért még összeszedtük. Az is megvan, az is megvan, és az is megvan. 10 doboz. Nekem már most tetszik. Az a baj, hogy a bónuszpályákra visszatérni nem lehet. És vannak ilyen kis gyorsítók. Az alma inkább ezekre a fajta pályákra kell, amikor úgy is tudjuk, hogy enszer meg fogunk halni. Jó, hát... természetesen nekem már ez nem az első játékom ezzel. Crash-t ezt már nem egyszer kijátszottam, de hihetetlenül nehéz. Aj! Jó, hát ezt most hagyjuk. Aj! Jó van, és akkor ilyenkor már vissza se tudunk menni. Utunkból van a golyó. Úgyhogy rengeteg dobozt ott hagytunk, 10 dobozt. Semmi probléma, és akkor lássuk a medvét. Megmutatom nektek még az első fő ellenségünket. És itt örülünk megint. Yes, megvan a kristály. És jöjjön az első fő ellenség. Irány föl! Minimális töltés után ugye természetesen indul tovább. Legutáltabb emberünkkel, Ripper Rowval. Aki egyébként, mint látjuk, próbál tanulni. Az egyik legidegesítőbb emberke. Most pont tőlem nem látjátok az életét. Ripper Rowt igen csak nehéz megölni. Tehát majd saját maga alatt ássa az árkot, és úgy fog meghalni, hogy ilyenkor bele kell pörögni egyet, és akkor kezdődik. Én kifejezetten utáltam, tehát. Most hol fogja befejezni, ez egy jó kérdés. Hát igen, ilyen kötözni való bolond. Úristen, jó van, na, éló. És igazándiból háromszor belemegyünk, és kész is van. Jó. És így nagyon élvezi ezt, így saját maga alatt vágja a fát. No. Hogy? És akkor ez így kifekszik. És jön a kis Crash tánc. Ezért megérte végig csinálni. Csak ezért, semmi másért, csak ezért. Úgyhogy, és akkor el is jutottunk a második szintre, amit természetesen Encortex ismételten. Igen. Még ez az egy dolog, amit most bemutatok, ő. Ő lesz az egyik legjobb barátunk, aki rengeteg segítséget fog nyújtani ezen a pályán. Úgyhogy nem is bibelődök tovább. Ez most így hirtelennyiben ennyi elég is volt. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztetek. Ha eddig nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra. Úgyhogy ugyanígy fogom folytatni, természetesen. Úgyhogy igazán volna ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Sziasztok!